Önök a Fölvár Televízió szeptember 6. adását látják. Jó estét kívánok! Fölvár mozaikunk ma esti témái a következők lesznek. Az idei tanévtől a volt rendőrség épületét gyermekzsivaj tölti meg. Óriási szüksége volt az intézménynek erre a három tanteremre, hiszen egy nagy álmunk vált valóra a mai nappal, mert egységesebbé válhatott az alsó tagozat. Három telephelyen működik az intézményünk, működött idáig, a Templom utcán, Püspök utcán és itt a Kossuth utcán. A Templom utcai épület három osztálya lejöhetett ide a Kossuth utcai épületbe. Nyílt levélben fejezték ki elégedetlenségüket a Zonaföldvári Egyház képviselői az augusztus 20-ai kenyérszenteléssel kapcsolatban. Az interneten a Művelődési Ház honlapján szomorúan olvashattuk, hogy Simon István református lelkész meg fogja áldani az új kenyeret. Miután ezt az információt megtudtuk, tiltakozásunkat nyílt levélben fejeztük ki, melyet elküldtünk a Művelődési Ház vezetőségének, illetve másolatot kapott róla az önkormányzat is, valamint több helyre tudtunkkal ki lett függesztve a városba is. Ez azért történt így, mert nyílt levélnek ez a sajátossága, hogy bárki elolvashatja. Az egyháza kritikájára reagál a fő szervező Pataki Dezső. Ugye miután új hajó került a régi helyére, az a szervezőkkel közösen úgy gondoltunk, hogy akkor a hajóhatás, hajószentelés és a kenyér megáldása ott egy ünnepség keretében fog megtörténni, és erre a kenyér szentelésre, kenyér áldásra mi felkértük a nyugalmazott református lelkészt. Minden korosztály megtalálhatta a kedvére való programot a nyárbúcsúztató gyermeknapon. Az Ördög Szekér Néptánc Együttes velük kezdtünk, aztán jött a Zsiget musical csoport, a Gamilla Hastánc csoport, aztán ugye a Lufi Bohóc, két órától volt Nótár Méri, ugye, ami a legtöbb közönséget vonzotta. Aztán a Bölcskelyek, a The Sabran zenekar, végül Szávolovics Gabriella zárta a műsort. Szeptember hónap folyamán különféle programokkal, különféle helyszíneken várják az érdeklődőket a Művelődési Központ dolgozói. Ez szeptember 17-18-a, tehát szombat-vasárnap ez a kulturális örökség napjai. Mi szombaton készülünk, 4 órakor indulna egy kultúra, tehát egy vezetett kulturális körsét a városban, amit már máskor is csináltunk, és eléggé jó szokott lenni, szokták szeretni, akik erre ehhez csatlakoznak. Úgyhogy most is mindenkit szeretettel várunk, tehát szeptember 17-én szombaton 16 órakor indulna Várból. A hétvégén Bátaszék csapata ellen léptek pályára labdarúgóink. Nekem is volt például egy olyan, amikor beléptem egy lövésbe, meg a 16-oson belül, amikor sikerült betörnöm, sokszor lerántottak, lehúztak, bíró nem fújta le. Mindent megpróbáltam, meg a csapattársam is, de nem jött össze több. Átadták az általános iskola felújított új szárnyát. A Beszédes József Általános Iskola új épületrészének egyik új termében állunk. Hogyan jutottunk el idáig? Óriási szüksége volt az intézménynek erre a három tanteremre, hiszen egy nagy álmunk vált valóra a mai nappal, mert egységesebbé válhatott az alsó tagozat. Három telephelyen működik az intézményünk, működött idáig. A Templom utcán, Püspök utcán és itt a Kossuth utcán. A Templom utcai épület három osztálya lejöhetett ide a Kossuth utcai épületbe. Itt kapott helyet az a három osztály, így ez a széttagoltság csökkent. Nagyon régóta dédelgetett álom ez tulajdonképpen. Nem már az elődeink indították ezt a programot, hiszen úgy gondolták, hogyha felépül az új épület komplexum a pályázat során, az új épület, utána a rendőrség épületét folytatólagosan
hozzácsatoljuk az iskolához, és így a gyerekeknek egy 21. századnak megfelelő oktatási helyszínt tudunk biztosítani. Hogy néz ki ez az épület tulajdonképpen? Összességében az egész épületben mi minden áll a gyerekek és a tanítás, az oktatás rendelkezésére? Hát ez nagyon nehéz lenne most felsorolni. Az új épületben, tehát ebben, amit most adtunk át, 3 tanterem kapott helyet, és 1 tornaszoba. A tornaszobára nagyon nagy szükségünk van, hiszen a torna testnevelés órák nagy számú növekedése miatt nem férnek el a gyerekek a tornatermekben. Ez az új tornaterem is egy segítség tulajdonképpen a testnevelés órák megtartásához. A másik épületben, ami itt van mellettünk szorosan, azt is újnak mondom, mert az sem régi, 2011-ben adtuk azt át. Ott 24 tanterem van, szaktantermekkel, osztálytermekkel együtt. Hogyha összeszámoljuk, akkor 27 tanterem van ebben a nagy épületkomplexumban, és 13, meg 8, 21 osztály kapott helyet ebben az épületben. Hány gyerek jár Dunaföldvári Általános Iskolába egyébként? 567 tanulónk van az idei tanév kezdetén. Ebből az 567-ből a 4 alsó osztály Püspök utcai épületbe jár, tehát közel 400 gyerek van itt ebben az épületben. Ezzel az építkezéssel tehát úgy tűnik, hogy az elkövetkező akár évtizedekre az iskola kérdés Dunaföldváron megoldódott? Igen, úgy érzem, hogy igen. Hiszen 284 éve van intézményes oktatás Dunaföldváron, és ez az intézményes oktatás, bízom benne, hogy nem csak 200, hanem több száz évig él még, és létjogosultsága volt ennek az épületnek. Ez az épület az önkormányzat pénzéből épült. Holott január 1-től nem az önkormányzat lesz az épületnek a fenntartója, az intézmény fenntartója. Hogy viszonyul ez az iskola? Az iskola nagyon hálás az önkormányzatnak. A köszönőbeszédben ezt elmondtam a polgármester úrnak, önkormányzat képviselőinek, képviselőtestületnek, a polgármesterasszonynak, hogy attól függetlenül, hogy az iskola a működtetése januártól valóban elkerül az önkormányzatoktól az állam felé, ettől függetlenül az önkormányzat és a képviselőtestület azt mondta, hogy Dunaföldvárváros gyermekei fognak ide járni ebben az épületben, és őértük, és a város jövőjéért ezt az épületet megépíti számunkra. Nagyon nagy köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, mindenkinek, aki munkáját fektette bele ebbe az épületbe, igyekszünk meghálálni ezt a munkát. Sok éves, ha nem másfél-két évtizedes terv volt az, hogy épüljön egyszer egy olyan iskola Dunaföldváron, ahol lényegében mindenki elfér, már aki általános iskolás korú, leszámítva a külvégi alsó tagozatot. Megvalósult most ez a dolog. Úgy tűnik, hogy az elkövetkező évekre, akár évtizedekre megoldódott az iskola kérdés Dunaföldváron? Hát azt mondani, hogy egy kérdés megoldódik, az elég nagy bátorság mondani, hogy ennek a végére értünk. Én úgy gondolom, hogy nem. Nem azért, mert az az álom, amit valamikor elterveztünk, olyan 2008-2007 derekán, az nem valósult meg, és a belvárosi részen monoblokkosítani tudtuk az iskolát, hanem azt mondom, hogy az iskola az mindig folyamatos kihívás. Nem csak azért, mert meg kell felelni a kor kihívásainak, a gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak ebből a dologból, hanem ez egy állandó változó környezet. És ezt a változó környezetet mindig alakítani kell, tehát az iskola is nem egy állandó, hanem egy változó közeg. Dunaföldvár ugye ebből a szempontból is egy nagyon picit szerencsétlen. Hiába tudtuk most ide behozni, és azt mondjuk, hogy itt egybe vagyunk, mégiscsak maradt egy külső rész, ugye a külvégi iskola. Az is még feladat nekünk. Én úgy gondolom, hogy a külvégi iskolának a felújítása, vagy annak még javítása, az egy elég nagy falat lesz még Dunaföldvárnak. Azt még nem tudjuk, hogy hogyan és mi módon lehetne belevágni ebbe az egész dologba, de annak a korszerűsítése is várat magára. Ez ugye, mivel január 1-től a jogszabályi változásoknak ugye a fenntartás és üzemeltetés most teljes mértékben ugye az állami feladattá fog válni, de maga a tulajdonjog az továbbra is az önkormányzatoknál fog maradni.
Nem tudjuk, hogy ebbe hogyan fogunk közösen elgondolkodni és tovább lépni. Nem látom még a jogszabályi végrehajtási utasításokat ebben, hogy mint lehet, és hogyan fognak esetleg olyan pályázatok megjelenni, amelyben az állam és az önkormányzat az közösen arra pályázhatna, vagy mehetne rá, hogy iskolákat még amelyek arra rászorulnak, azokat felújítás kövesse. Ez még az elkövetkezendő időszakunknak a fő feladata. Én nagyon reménykedem benne, hogy a 19-es ciklus végéig ez is meg fog valósulni, és azon fogok dolgozni, hogy a külvégiskola is ugyanilyen szép és rendezett legyen, mint itt, amit most itt az új iskola, a régi szárny is a volt rendőrségi épület adott, hogy a külvégi gyerekek és pedagógusok is mind a 21. századnak megfelelően tudjanak tanulni, megtanítani is. Persze ez úgy nézzen ki, hogy a örömben most üröm van, Isten őriz, én csak magát, azokat a feladatokat akarom ezzel mondani, hogy hátradőlni egy karosszékben nem lehet, hanem folyamatosan az oktatás a változó világunkban az mindig kihívás. Mondtad, hogy ez egy örömünnep, és ez így is van. Mégis beszéljünk egy picit számokról. Mibe került ez? Hogy jött össze? Hát ennek a teljes bruttó bekerülési értéke az, hát még a végszámlát nem láttuk teljes mértékben, de olyan 96 és 98 millió forint között van. Ebből 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Alapítványtól. Itt volt a kurátórium titkára is ebbe a dologban, meg is köszöntük. Én úgy gondolom, hogy az az összefogás, a többit pedig lenne ugye saját adóbevételeink terhére valósítottuk meg és raktuk hozzá, úgyhogy én itt a képernyőn is szeretném megköszönni minden dunaföldvári adózónak, aki ha 10 forintot adózott is és járult a közös kasszához, meg annak is, aki 200 milliót adózott, hogy hozzájárult ehhez, és az ő adóforintjait megnézheti, jó helyen van, és jó célt szolgál, úgyhogy ez így alakult össze ez a pénz. Én azt gondolom, hogy ha valaki ebbe belegondol, és azt mondja, hogy hát ez sok is, meg kevés is. Így van. Sok is, meg kevés is. De megláthatják, ide bejöhetnek majd, most látni fogják a szülők az évnyitón, vagy szülőértekezleten, vagy amikor ide bejönnek, hogy egy öröm. Tehát öröm ide bejönni, érezni. Szeretem ezt, amikor új szaga van valaminek. Tehát egészséges új szaga, és most itt jelen pillanatban ezt érzem. Látom a pedagógusoknak azt a munkáját, amivel ezt belakták. Már el tudom képzelni a gyerekek majd, hogy fogják ezt belakni már szeptember 1-jével. És azt mondom, hogy ez öröm mindenkinek. Tehát öröm a tervezőnek, az alkotónak, a létrehozójának, akik ezt finanszírozták, és az egész városnak. És köszönet is mindaki, aki ebbe, amit mondtam a megnyitóba is, nem kellett, hogy részt vegyen tevőlegesen, és kézzel rakjon falat, de ha már lélekben a várossal volt, és ezzel az építkezéssel, az is már valami volt, és az is segítség volt, úgyhogy köszönjük szépen. Az augusztus 20-ai kenyérszenteléssel kapcsolatban keresték meg szerkesztőségünket az egyházak képviselői. Szilágyi Jánossal beszélgetek Dunaföldvár református lelkészével, áldatlan állapotok, akár ezt a címet is adhatnánk ennek a kis beszélgetésnek, miért is? Így van, szeretettel köszöntöm a Dunaföldvár televízió nézőit. Valóban áldatlan állapotok övezték az augusztus 20-ai ünnepet itt Dunaföldváron. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a történelmi egyházakat teljes körben kihagyták az ünnepből, és nem lettek felkérve az új kenyér megáldására és megszentelésére. Időrendi sorrendben haladnák. Írtunk egy nyílt levelet a lelkész kollégákkal, Petkó Tamás plébánossal, illetve Molnár Iván evangélikus lelkésszel, amelyben a tiltakozásunkat kifejeztük. Mi szerint májusban kaptunk egy telefont a programszervezőktől azzal az indokkal, hogy elmarad az új kenyér megáldása, megszentelése, csupán egy koszorúzás fog történni. Majd az interneten, a Művelődési Ház honlapján szomorúan olvashattuk, hogy Simon István református lelkész meg fogja áldani az új kenyeret. Miután ezt az információt megtudtuk, tiltakozásunkat nyílt levélben fejeztük ki, melyet elküldtünk a Művelődési Ház vezetőségének, illetve másolatot kapott róla az önkormányzat is, valamint több helyre tudtunkkal, ki lett függesztve a városba is, ez azért történt így, mert nyílt levélnek ez a sajátossága, hogy bárki elolvashatja. Majd pedig az augusztus 20-ai napon, illetve azt megelőzően megjelentek olyan hangok, hogy mi nem vállaltuk el
a felkérést. Igen, nem vállaltuk, néhány nappal 20-a előtt, miután megkapták a levelet a programszervezők, valóban felkértek minket arra, hogy áldjuk meg az új kenyeret, de mi már ugye elég érkeztünk, arra gondolva, hogy itt nem lesz ránk szükség, hiszen először azt mondták, hogy nincs ránk szükség. Elég érkeztünk, elvállaltunk, én magam nevébe tudok beszélni egy jó szolgálati feladatot, és hát lelkészként, ha megígérek valamit, akkor nem változtathatom meg, szavamat tartani kell. Molnár Iván evangélikus lelkésszel beszélgetek, aki szintén aláírója volt ennek a petíciónak, amely tiltakozott az ellen, hogy először lemondták, utána felkérték a lelkészeket, illetve a plébánost, hogy áldják meg az augusztus 20-án a kenyeret. Így történt? A lemondás jócskán augusztus 20-a előtt történt, május végén. Minden telefonon történti szóbeli egyeztetéssel, tehát sajnos nincs írásos dokumentumunk. Éppen ezért is a művelődési ház vezetőségének a szavahihetősége itt alaposan megrendült. A felkérés néhány nappal 20-a előtt történt, 16-a, 17-e környékén telefonon Pataki Dezső igazgató részéről. Kicsit poénkodtam is, miért nem 20-án reggel kérnek fel. Én ekkor már szabadságra mentem abban a tudatban, hogy 20-án itt nem tartanak igényt a szolgálatunkra. Tehát minket visszamondtak konkrétan. Úgy tudtuk, hogy semmi szerepünk nincs. Utólag pedig kihozzák úgy, hogy mégiscsak lenne, hát sőt a felelősséget próbálják ránk enni, egyszerűen fölháborító. Tehát összefoglalva durván az a felháborító, hogy májusban azt mondták, hogy nem lesz, utána pedig az, hogy mégiscsak lesz, de akkor már nem lehetett ezt tartani, és ezért a három egyházfi lenne a felelős, tehát ez a probléma? A probléma az, hogy megvezettek minket. Sőt, megerősítették, hogy átfolyamán ténylegesen nem lesz ránk szükség. Sajnos belesétáltunk abba a csapdába, amit Lese Kolakowski, lengyel filozófus, teológus írt le, talán Isten nem tartozik nekünk semmivel, híres művében, hogy a naivitás tragédiája. Ha nem hittem volna, meg nem néztem ki belőle. A kettőnek az ötvözete adja a naivitás tragédiáját. Hát ebben mi alaposan belesétáltunk. Én legalábbis személy szerint nem néztem ki a művelődési házból ezt a hozzáállást. Nem hittem volna, hogy megteszik. Ténylegesen felháborít. És hogyha májusban azt a tájékoztatást kapja egy egyházfi, hogy augusztus 20-án nem kell kenyeret áldani, akkor nem kellett valamilyen lépést tenni, hogy mégiscsak szükség lenne erre? Elnézést, ők megerősítették ezt a hírt. Tehát mi próbáltunk, sőt, voltak, nekem személy szerint voltak javaslataim, hogyan képzelnénk mi az augusztus 20-ai kenyér megáltást. Telefonon, amikor felhívott a Pataki Dezső, 16-a vagy 17-e, ezt telefonon vissza tudom nézni. Mondtam is, hogy nekünk voltak konkrét elképzeléseink a 20-ával kapcsolatban. Miért nem hallgattak meg minket? A helységben tartózkodott Fofkán Ildik, aki csodálkozva nézett az igazgató oda, amikor ez elhangzott, akkor kértem is, hogy akkor legyen szíves, adja át a telefont neki. Személyesen vele akarom, tőle akarom hallani, hogy ilyesmi nem hangzott el. Hát az igazgató nem volt hajlandó, hanem mondhatni rendkívül arrogáns, leiskolázó hangnemben beszélt, olyan hangnem, amit az esperesem nem engedne meg magának én velem szembe. Nem értjük, hogy itt igazából mi történt, miért kellett ide jutni. Az augusztus 20-ai rendezvény főszervezőjét, Pataki Dezsőt kértük, hogy reagáljon a kifogásokra. Az idei esztendőben a dunaföldvári kenyerek szenteletlenül maradtak. Ebbéli elégedetlenséget kifejezték a dunaföldvári egyház képviselői, és főleg a rendezőt hibáztatták, hogy itt valamilyen olyan hiba történt, amit ők nem akartak. Pataki Dezsővel beszélgetek, a rendezvény főszervezőjével, aki már látta az előző megnyilatkozásokat, és arra kérem, hogy reagáljon ezekre. Talán haladjunk időrendben, hogyan zajlott ennek a szervezése, hogy legyen kenyérszentelés vagy sem. Igen, hát először is előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy én azt gondolom, hogy nem a
nyilvánosság előtt kellene ezt a vitát lefolytatnunk, hanem személyesen egymás között. Én erre tettem is most lépéseket, de már a riport előtt ezt nem sikerült megtennünk, úgyhogy remélem utána majd az egyházfőkkel ezt személyes, barátságos beszélgetés keretében meg fogjuk tenni. Most minden esetre miután ez a riport már le kell, hogy menjen, én a magam részéről megint elmondanám, hogy ez hogy történt, már egyszer elmondtam, és szerintem én akkor is azt gondolom, hogy megpróbáltam szerintem korrekten elmondani, hogy a mi olvasatunkban ez hogy történt, ezt most is megteszem. Tehát a szervezést mi úgy kezdtük, talán valamikor május vége felé, hogy körbe telefonáltuk a helyi egyházaknak a vezetőit, hogy tartanak-e a augusztus 20-a napján szertartást. A katolikus plébánostól azt az információt kaptuk, hogy igen, hiszen azt tudjuk is, hogy a katolikus szentmise van ilyenkor augusztus 20-án. Az evangélikus és a református egyház nem tart ilyenkor szertartást. Ez azért volt érdekes, mert a lenti a rendezvény keretében megtartott, a korábbi években megszakott szentmise, illetve hát, mikor melyik felekezet tartotta, nyilván úgy nevezzük ezt, az nem volt méltó arra, hogy azt tovább folytassuk, tehát én ezen mindenképpen változtatni szerettem volna, és az volt az elképzelés, hogy ha mind a három felekezet tart szertartást, akkor utána a szokásos helyen a Szent István szobornál a koszorúzás és a kenyérszentelés megtörténik. De aztán miután ugye ez kiderült, hogy nincs szertartás, így mi úgy gondoltuk, mint szervezők, hogy akkor a lenti, ez az úgynevezett tábori szentmise, vagy nevezzük, aminek akarjuk, idén ne legyen, mert még egyszer mondom, az méltatlan volt ehhez a rendezvényhez. Illetve közben a szervező társaimmal, nem egyedül szervezem a rendezvényt, az önkormányzat potentátja is ebben részt vesznek, akkor úgy döntöttünk, hogy ne legyen koszorúzás sem, hanem lent a parton oldjuk meg ezt a helyzetet. Most máshogy, mint egyébként. Tehát a lényeg a lényeg, és ez picit lehet, hogy bonyolult voltam. Tehát részünkről az volt a reakció és az egyházfők felé a visszajelzés, hogy nem lesz mise a parton, és nem lesz koszorúzás. Én úgy emlékszem, és én ezt határozottan állítom, az én számom biztos, hogy nem hangzott el, hogy nem lesz kenyérszentelés. Ugye aztán közben folytatott a rendezvénynek a szervezése, és ugye miután új hajó került a régi helyére, a szervezőkkel közösen úgy gondoltunk, hogy akkor a hajóhatás, hajószentelés és a kenyér megáldása ott egy ünnepség keretében fog megtörténni, és erre a kenyér szentelésre, kenyér áldásra mi felkértük a nyugalmazott református lelkészt. Hogy miért pont őt, ez nyilván szintén felvet kérdéseket. Valahogy rögtön ő jutott eszünkbe, és egyébként nem is feltétlenül nekem, hanem ott a szervezők közül esetleg valaki másnak, de nem is ez a lényeg, mert a korábbi években valahogy ő volt a legaktívabb ebben a kérdésben, illetve hát, ha valami ilyen jellegű igényünk volt, akkor őt meg lehetett ezzel keresni. Ugye én nem vagyok egyházjogász, tehát nem tudhattam, hogy ez bármiféle egyházi jogszabályba ütközik. Mert hogy nyugdíjasként ő nem szentelhetne, ugye ez volt az egyik kifogás. Illetve csak a regnáló református lelkész engedélyével, de ugye ezt én nem tudtam. Vagyis hát mi mint szervezők ezt nem tudtuk. Zajlott a rendezvény szervezése, közben nyilván voltak szabadságolások, stb. És a rendezvény hetében, tehát ugye szombaton volt augusztus 20-én, hétfőn kapta meg azt a bizonyos nyílt levelet, amiről itt ugye korábban is szó esett. Amiben ugye tájékoztatnak engem arról egyrészt, hogy nehezményezik, hogy a történelmi egyházak kilettek hagyva ebből a szervezésből, és hogy egyébként meg ez egyház jobba ütközik, és eléggé fenyegető hangú volt egyébként ez a levélnek ez a része, hogy amennyiben ez így valóban megtörténik, mármint hogy a nyugalmazott református lelkész szenteli a kenyeret úgy, hogy nem kért engedélyt a mostanitól, akkor ez egyházi jogi bírósági herceurcát von maga után. Ezek után, mondom, ez volt hétfő, mikor én ezt megkaptam a levelet, nyilván akkor én felhívtam az érintett egyházi vezetőket, a katolikus, a református és az evangélikus egyház helyi vezetőjét, hogy akkor oldjuk meg ezt a helyzetet, el tudják-e vállalni a
kenyér szentelést. Addigra mindegyik azt mondta, mindegyik egyházfő azt mondta, hogy nekik már elég érkeztek, miután nem számítottak rá, hogy nekik itt dolguk lesz. Én ezt tudomásul vettem, és onnantól kezdve a programot úgy alakítottuk át, hogy nem tartunk kenyér szentelést, hiszen azt annak nem tehetjük ki a korábbi református lelkészt, hogy bármiféle egyházjogi probléma legyen ebből, hanem csak megszegjük a kenyeret, és ott kiosztjuk effektíve az ott levőknek. Tehát ez így zajlott. Azt egyébként nem egészen értem, és tényleg nem, tehát én nem nagyon akarnám itt ezt a helyzetet tovább élezni, de azt azért nem értem, hogyha ez valóban úgy értették, vagy úgy vették le az első jelentkezésünkkor az egyházak vezetői, hogy nem lesz kenyérszentelés, hogy miért nem akkor jelezték részünkre, hogy ez így nem jó, az ünnep ez így nem zajlódhat le. Tehát, hogyha akkor ők jelzik nekünk, hogy ez így nem jó, akkor egyrészt tisztázódhatott volna az a félretés, hogy ez nem így hangzott el, tehát, hogy mi nem a kenyérszentelést mondtuk le, csak azt a lenti misét abban a formában, hogy eddig volt, mert az szerintünk nem volt jó. És hogyha ott akkor ez rögtön fölmerül, akkor nyilván ez a félértés is tisztázódik egyrészt, másrészt rögtön akkor meg tudtuk volna beszélni, hogy na akkor mi lenne ennek a megfelelő módja, és hogyan csináljuk ezt. Ez az egyik. Az evangélikus lelkész jelezte, hogy ő tett javaslatokat már is. Erre is akartam én visszatérni, hogy én ezekről javaslatokról nem tudok. Tehát a korábbi években is ugye ez így zajlott, és hogyha a korábbi években is ezzel nekik problémáik volt, egyébként meg nyilván lehetett. Tehát én is mondom, az utóbbi években éreztem, hogy ez nem annyira jó, ami ott lent zajlik, de hát megkereshettek volna ők engem, és én nem zárkózom el semmi ilyen illetve nem csak én, hanem úgy egyébként is aki szervezi, a város vezetése velünk együtt a rendezvényt. Tehát, hogy a javaslataikat bármikor megtehették volna, és én nyitottan állunk elé, hát hiszen pont az a lényeg, hogy ezt közösen csináljuk meg, és most nyilván majd ezt utólag, ezek után a nyilvánosságbeli adok-kapokok után meg fogjuk tenni. Az meg, hogy a szavahelyettőségünket megkérdőjelezik, ezt meg visszautasítom, mert mondom még egyszer, mi az előbb elmondottak alapján tettük meg ezeket a bizonyos lépéseket. Hogyha félreértés volt ebben, az elképzelhető, de az csak akkor derül ki, hogyha egymással beszélünk és kommunikálunk. De én nem gondolom, még egyszer mondom, hogy ennek az a megfelelő módja, hogy rögtön nyílt levél, és rögtön támadás, és nem tudom én mi, hiszen nyilván fel lehet venni a telefont, meg lehet keresni egymást, és akkor tisztázni ezeket a félreértéseket, és akkor nem jutunk odáig, hogy nekünk itt újságon meg tévén keresztül kell egymással vitatkozni. És egyébként rólam azt hiszem, hogy mindenki eléggé jól tudja, hogy eléggé kompromisszumkész ember vagyok. Tehát azt nem hiszem, hogyha mi akkor, amikor ezek a problémák felmerülnek, ezt megbeszéljük, akkor ne tudtuk volna megoldást találni rá. És én most is ezt mondom, hogy ezt tegyük, és akkor ezzel én szerintem ennek a dolognak vége lesz. Nagy sikere volt a nyár búcsúztató gyermeknapnak. Kuti Valériával beszélgetek a Sárga Pincés Gödörben szervezett rendezvény másnapján. Itt a Vörös Kereszt is szervezőként lépett fel. Ki az, aki még szervezte? Társszervezőként léptünk fel ezen a rendezvényen. A Sárga Pincés Gödör az önkormányzat és a Vörös Kereszt. Jól tudom, hogy eredendően ez a gyerekeknek szóló rendezvény. Igen, teljes mértékben a gyerekekkel együtt, és természetesen a gyerekekért. Ez egy ilyen iskolaindító, nyárbúcsúztató gyereknap. Most már mondhatjuk azt, hogy hagyományként, mert ez volt a megtartott 5. gyermeknapi rendezvény. Mekkora szervezői munkát igényel ez, mennyivel korábban indulnak meg ezek a szervezési munkálatok, és milyen típusú munkák? Hát az eszközöknek a beszerzése, megvásárlása, ugye itt az ellátás, a sütemény, az üdít, a magába a fellépők ide szervezése, ez mind hetek, és mondhatnám azt, hogy 2 hónappal előtte már egy konkrét tervel kell felállni, és 2 hónappal előtte már tudni kell a műsort is, meg kell szervezni a fellépőknek, hogy ide is érjenek, egyeztetni kell. Tehát egy jó 2 hónapos szervezői és többszörös megbeszélési dolog ez. Sobár a közönség, mint beszéltük, főleg a gyermekség, a gyermeksereg, azonban nem csak rájuk kell gondolni, hiszen éjfélig tartó buliról van szó.
Hát igen, itt egy kicsit gondolunk mindig az itt lévő felnőttekre is. Vannak gyerekműsorok, egész nap ugye volt a Lufi Bohóc, gyerekek léptek fel a Zsigetsz Musical is, gyerekadott műsor gyereknek. Az idei főműsorunk Nótár Méri volt, ő is kívánságra jött el, mert azért van ennek egy ilyen közvéleménykutatási előzménye is, hogy mit szeretnének, és az lesz a döntés, hogy akkor legyen a Nótár Méri. Évek óta megtartott rendezvényről van szó, így van tapasztalat arról, hogy hányan szoktak jönni most, a korábbi évekhez képest mekkora volt a látogatottság? Szerintem hasonló volt a tavalyihoz, úgyhogy a gyerek létszámot körülbelül úgy tudom felmérni, hogy akik a sportvetélkedőben részt vettek, az több mint 100 gyerek volt, ugye az apróságok nem. A felnőttekkel együtt is szerintem messze vittük a tavalyi itt lévő átlagot. Ez létszámban megbecsülés alapján körülbelül mennyi lehet? Százakról, ezrekről van szó? Hát megbecsülésem szerint a nagyon sok átutazó vidékit is beleszámítva 1000 fő biztos volt. A színpadi produkciókon túl voltak más lehetőségek is, beszéljünk erről pár szót. Igen, hát minden évben ugye az egészségsátort megpróbáljuk reggel, szeretnénk mindig cukrot mérni, de aztán egész napra elhúzódott. Volt egész napos vérnyomásmérés, cukormérés, volt játszó sátorunk, volt arcfestünk, volt fodrászunk, aki gyönyörű hajfonatokat készített a gyerekeknek, és ez mind-mind vöröskeresztes aktivista végezte. És természetesen a bohóc, amit nem lehet kihagyni, még este tegnap 8:30-kor hajtogatta a lufikat. Egészségügyi rendezvények is voltak. Milyen az egészségi állapotunk nekünk, földváriaknak? Kiugró magas cukrot, talán 2 mértünk a többi, és meglepően étkezés után jöttek, és akkor is jó volt a cukrok. Nagyon sok idős csak azért jött le ezért a mérésért megkörülnézni, de nagyon örülök neki, hogy azért az idősek is megjelennek, mert kialakul egy-egy csoport, úgy látom most már évek óta, akik azért itt vannak, és nagyon örülnek ennek a sok gyereknek, meg lényegében itt egy ilyen baráti találkozóvá is vált ez a rendezvény, mert nagyon sok vidéki eljön ide a barátaihoz, és akkor itt töltik el a napot. Az, hogy a gyermekeknek rendezik ezt a rendezvényt, az azt jelenti, hogy az iskoláskorúaknak főleg? Hát igen, főleg iskoláskorúaknak, de nagyon sok pici is van, tehát tényleg épp elnéztem, hogy azt mondják, hogy nincs gyerek Dunaföldváron, hát még ennyi pici babát nem láttam mostanában, egyetlen egy rendezvényen se, pedig egy páran voltam, és nagyon örülök neki, hogy úgy látom, hogy azért fiatalodok Dunaföldvár népessége, nagyon sok gyermek volt itt, picitől a nagyobb acskáig. Mennyire földvári rendezvény, és mennyire látogatják ezt vidékiek? Elég sok vidéki jön most már. Nem csupán csak a rendezvényért, szerintem magának a rendezvény hangulatáért nagyon jól érzik magukat itt. Pedig meghirdetni, csak Földváron hirdetik meg. A környező településeken Bölcskére is ment le, Soltra is ment meghívó, meg plakát is, úgyhogy szerintem ennek is köszönhető, meg azért baráti szálak a dunaföldváriakat főzik az előszállásra, erre is sokan voltak vidékiek is. Bajnok Józseffel beszélgetek, a Sárka Pincés és Gödör Egyesület titkárával. Nem az első ilyen rendezvény, amit szerveztek. Milyen volt a mostani? Igen, hát már rutinból is csináljuk az egészet. A szervezés az megy gördülékenyen, ugye nem az elsőt csináljuk. Ez rendezvény mennyire közösség kovácsoló a Pincés és Gödör gazdák számára? Hát összefogja a gazdákat, segít mindenki. Kell is ugye, hogy összeálljon az egész projekt. És ilyenkor kinyitnak a pincekapuk? Igen, igen. Rengeteg vendéget hívunk, mindenki hív a saját pincébe is. Meg akik lejönnek, ismerősök, az mindenki bejön. Barátkozunk. Az egyesület nevezhető ennek a főszervezőjének, mondhatni, lelki motornak? Igen, igen, igen. Hát mi is találtuk ki az egészet, és hát tényleg mi csináljuk. A programok összeállítása milyen elvek alapján történik? Gondolom, már van tapasztalat.
Hát ugye a közönség áll fiatalokból, idősebbekből, és hát ezek meg szeretnek megfelelni ezeknek az igényeknek. Nézzük magát a programfüzetet, ami itt is van a kezedben, és menjünk végig, hogy hogyan sikerült ezeket megvalósítani. Hát az Ördög Szekér Néptánc Együttes velük kezdtünk, aztán jött a Zsigec musical csoport, a Gamilla hastánc csoport, aztán ugye a Luffy Boholz, két órától volt Nótárméri, hogy amúgy a legtöbb közönséget vonzotta, aztán a Bölcskelyek, a The Southern zenekar, végül a Szávolovics Gabriella zárta a műsort. És mi a tapasztalat, melyik volt a legnépszerűbb, melyik közönséget vonzotta? Hát mindig a sztár föllépő az vonza a legtöbb embert, akkor vannak a legtöbben. Ezt minden évben muszáj is betennünk, mert ugye ez vonza a legnagyobb tömeget. És az, hogy ki lesz a sztár vendég, az milyen módon dől el? Hát az idén kaptunk el egy külön támogatást, aki ezt bevállalta, hogy a sztár föllépőt azt ő hozza, tehát ő szponzorálja. És nem ért véget ez a buli. Egészen pontosan mikor kezdődött és mikor ért véget, mert a sztár vendéggel még nem ért véget, hanem éjszakában nyúlott. Igen, hát reggel ugye mi már korán kezdünk, és hát meg későn is végzünk. Utána mindenki a maga pincével, még a vendégeivel még ott szórakozik, mulat. Az időjárás roppant kedvező volt. Igen, az idén kegyes volt hozzánk az időjárás, ugye tavalyival szemben, hogy akkor sajnos elmaradt az eső miatt, az idén pedig remek idő volt. Az utolsó vendég mikor távozott innen a térről? Hajnali 3-kor. És most már a helyreállítási munkák zajlanak, mennyire viseli meg a környezetet egy ilyen rendezvény? Nem, abszolút nem viseli meg. Lehet is látni, hogy már rend van reggel is. Össze van pakolva a szemét, nincs szemetelve, rendben van minden. Úgyhogy az anyagi oldalát nézzük, már a támogató kapcsán ez fölmerült. Akkor hogyan áll össze a költségvetés? Mennyiben van pénz az egyesületnek, milyen módon? És beleférte a tervezett büdzsébe? A támogatóktól kapjuk a pénzt, és ugye mivel tavaly elmaradt, de a pénzt azt félre raktuk. Idén felhasználtuk, beleférünk a költségvetésbe, minden évben nagyjából ugyanaz az összeg, egy kicsit, ha valami emelkedik, de általában működik a dolog, tehát beleférünk. Pontos számokat most még nem tudunk, de úgy nagyságrendileg mekkora a pénzről van szó, százezrek, milliók? Nem csak százezrekről, tehát a millión belül vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalat az idén jó volt, jövőre lesz ismét? Természetesen, amíg van rá igény, vagy amíg az emberek lejönnek, addig ezt meg fogjuk tartani. És ugye ez főleg a gyerekekről szól, és főleg a iskolás gyerekekről. Volt itt valamifajta sorverseny is, ahol tanácsközöket lehetett nyerni. Így van, igen. Igen, a sorverseny után a füzetcsomókat osztottunk ki. Tehát most már akkor nyugodtan mehetnek a gyerekek az iskolába, hiszen meg volt az évnyitó, évzáró rendezvény. Igen, igen, hát a nyárzáró is egy évnyitó. A Művelődési Központ szeptemberi ajánlója következik. A Művelődési Központ szeptemberi programjáról lesz most szó. Pataki Dezsővel beszélgetek, az intézmény igazgatójával. Bőség? Hát mondhatni, visszaköltözünk most már a házba. Itt az ősz, indulnak a programok itt az intézményünkben, és hát természetesen az intézményünk csatolt részeiben is, hiszen könyvtár, vár, műfház egyben vagyunk. Kezdeném azzal, hogy a Kulturális Örökség Napja évek óta ez egy ilyen országosan hirdetett program, arra vonatkozóan, hogy olyan épületeket látogathasson esetleg a közönség ezeken a napokon, ami máskor el van zárva a nagy közönség elől. Hát ez, amikor tudunk és van alkalmunk, mi is csatlakozunk. Most idén úgy gondoltuk, hogy ez szeptember 17-18-a, tehát szombat-vasárnap ez a Kulturális Örökség napjai. Mi szombaton készülünk, 4 órakor indulna egy kultúra, tehát egy vezetett kulturális körsét a városban, amit már máskor is csináltunk, és
eléggé jó szokott lenni, szokták szeretni, akik erre ehhez csatlakoznak. Úgyhogy most is mindenkit szeretettel várunk, tehát szeptember 17-én szombaton 16 órakor indulna Várból egy ilyen vezetett kulturális körsét a város nevezetességeihez, amelynek a végállomása 6 órakor a Rácz templomnál lenne. Ott egy kiállítást nyitnánk meg, mégpedig a Dunajvárosi Skic Művészeti Egyesület kiállítását nyitnánk meg a Szerb templomban, ami aztán a rákövetkező héten a Szüreti Fesztiválon is látogatható lenne, illetve ezzel párhuzamosan, miután ugye oda nem sok alkotás fér, a Várban, az Ispánházban is ott ugye egy hosszabb időre ennek az alkotóműhelynek a munkáit elhelyeznénk, és ott október végig látogatható lenne. Tehát tulajdonképpen a Szerb templom az csak egy ilyen látvány kiállítása ennek a másiknak, ami az Ispánházban aztán mondom a Vár bezárásáig látogatható lenne. Tehát 6 órakor ott zárulna a kulturális körséta, és ott mindjárt lehetne is kapcsolódni a 7 órakor kezdődő programhoz, hiszen az Escape műhely csatlakozott az Ars Sacra Fesztiválhoz, és ott egy érdekes programot hirdettek, egyébként pénteken is és szombaton is, erről nyilván majd ők tájékoztatják a közönséget. Minden esetre 7 órakor ott lehet csatlakozni az ő programjukhoz, amihez jól tudom, egy másik helyszínnel egy ilyen élő kapcsolat lesz, ott koncert lesz, itt nálunk pedig egy bábos előadás, de ezt majd ők jobban tudják, ezt majd ők elmondják. Tehát ezt tervezik a kulturális örökség napjára, és ennek kapcsán vasárnap, tehát 18-án a Várba egész nap ingyenesen lehet majd benni, tehát nem szedünk belépőjegyet. Ez lesz tehát a kulturális örökség napja, és akkor a következő héten pedig már a Szüreti Fesztiválunk van. Érdekes módon az elején azt mondtam, hogy visszatérünk a házba, de mind a kettő házon kívüli program. Tehát a Szüreti Fesztiválunk idén szeptember 23-án, 24-én, pénteken és szombaton. Pénteken délután csak egy rövid program. Ezen a délutánon, roma kulturális délután egy pályázat folytán valósul meg, és ennek a keretében lesznek programok. Ugye 5 órától a Bátai Tambura zenekar, 6 órától pedig egy várhatóan remek operett és nóta gála, illetve azt mindenképpen itt el kell mondanom, hogy pénteken a palacsinta sütő rekord kísérlet, pénteken délelőtt 10-től szombaton délelőtt 10-ig a Dunaparton, a kempingben kerül megrendezésre, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül a Guinness rekord. És hát a Szüreti Fesztivál idei főnapja a szombat lesz. Ja, tulajdonképpen reggeltől késő estig lesznek programok, ezt majd egy külön ismertetőben elmondom, csak néhány programpontot emelnék ki, lesz természetesen főzőverseny, aztán délelőtt az Alma Együttes koncertjére várjuk a gyerekeket, lesz felvonulás, lesznek koncertek, az Ocsó Macsó koncertje lesz például este 8-kor, és aztán még egy DJ program is vár a kedves közönségre, meg hát sok minden más is, de mondom, ezt majd később külön részletezzük. Szeptember 30-án a Városi Könyvtárba, a Berzenegy Ilona Városi Könyvtárba várják a gyerekeket, a Népmese napja alkalmából mesemondás, meseolvasás és játékos foglalkozások várják a kedves közönséget. És aztán szeptember 30-án az október 1-i zenei világnap előnapján tulajdonképpen Örömzene a Díszkútnál, a Zene világnapja alkalmából, az zeneiskola szervezésében. Ez tavaly is egy nagyon hangulatos, kellemes program volt, és úgy gondoltuk, hogy most is ezt folytatni kéne. Úgyhogy ez igazából a zeneiskola program, ami a propagandába és a technikába segítünk természetesen. Tehát szeptember 30-án 4 órakor a Béketérnél, a Díszkútnál Örömzene a Zene világnapja alkalmából. Október 1-én a cserkészek veszik birtokukba a házunkat, a cserkész szüreti nap. Nagyon jó kis program szokott lenni, nagyon sok cserkész jön vidékül is, tehát ez lesz október 1-én. Október 3-án pedig este 6-kor a Kertbarátok Egyesületének szervezésében egy biogomba gazdaság bemutatása, Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő jön és tart előadást, akit érdekel, természetesen a Kertbarátok nagyon nagy szeretettel várnak mindenkit. Látogathatók a kiállításaink továbbra is, október 30-áig nyitva tart a Vár, úgyhogy az összes kiállítás, ami ott van látogatható, illetve a könyvtárban is van kiállítás. Sáfárnémádi Gabriella alkotásai láthatók most a könyvtárban.
azt is lehet keresni, illetve hát mozink is lesz természetesen. Még mindig próbálkozunk mi a mi hagyományos vetítésünkkel. Szeptember 9-én az Emlékezz című német filmet fogjuk bemutatni. Hát ez egy olyan film, ami a még felelhető háborús bűnös felkutatása és egy ezzel kapcsolatos történet, tehát egy érdekes sztorinak ígérkezik. És aztán szeptember 16-án pedig a mozgó mozi látogat el megint városunkba. Három filmet hoznak, a Kis kedvencek titkos életét, a Bridget Jones Babát vár című romantikus végjátékot, és a Jason Bourne című amerikai akciófilm vár a kedves közönségre. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és természetesen indulnak a Művelődési Házban megszokott foglalkozások, a néptánctól kezdve a boxon át mindenféle. Nyilván, akit érdekel, érdeklődhet nálunk is, de keresheti közvetlenül a szakkörök foglalkozások gazdáit is, hogy bejelentkezzen rá. Mindenkit nagy szeretettel várunk. A hétvégén hazai közönség előtt léptek pályára labdarúgóink. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában városunk csapata, a DFC Bátaszéket fogadta. Bátaszékről tudni kell, hogy utóbbi években nagyon jó teljesítményt nyújtottak, bajnokságot nyertek, most is a tabellán két pozícióval előttünk állnak. Mindenki tudta, hogy nagyon kemény mérkőzés vár ránk. A játék során csapatunk enyhe mezőnyfölényben játszott, mindvégig lehetett érezni, hogy gólra törően koncentráltak a fiúk, a támadások célja a gólszerzés volt. Ellenfelünk viszont nagyon ügyesen próbálta lassítani a játékot, néha kontrákkal, ellentámadásokkal próbálkozott. Az első félidő ennek a jegyében telt. A második félidőben volt a Bátaszéknek egy 10 perc, amikor jobban adogattak és hatékonyabbak voltak a játék téren. Utána ismét átvesztük a vezetést, az irányítást. A támadásaink viszont meglehetősen meddőnek bizonyultak, hiszen a Bátaszék védői a 16-os környékén általában blokkolták a lövéseket, illetve szerelték játékosainkat. A végeredmény pedig 0-0-ás döntetlen lett, tehát DFC Bátaszék 0-0. Viktor, a Bátaszék mindig kemény ellenfélnek bizonyul Dunaföldvárral szemben, döntetlen 0-0 lett az eredmény. Jó ez nekünk, vagy rossz? Jó lett volna nyerni, pont is jó volt. Edző azt mondta, hogy meg felhozzunk pontot, és hát hazaiba nem rossz az egy, vagy a döntetlen, és igazából ennyit mondott. Min múlt az a mozzanat, hogy nem tudtunk egy gólt szerezni? Nagyon kis dolgokon. Nekem is volt például egy olyan, amikor beléptem egy lövésbe, meg a 16-oson belül, amikor sikerült betörnöm, sokszor lerántottak, lehúztak, bíró nem fújta le. Mindent megpróbáltam, meg a csapattársam is, de nem jött össze több. A mérkőzés során picit, mintha enyhe mezőnyfölénben játszottunk volna, különösen az utolsó negyed órában lehetett ezt érezni, hogy támadtunk folyamatosan, de ezek szerint lehet, hogy a feszültség, az idegeskedés miatt nem jött össze az a bizonyos gól. Igen, már mindannyian fáradtak voltunk, ezért volt jobb, egyszer két cserét behoztunk, de nem tudtunk most hozzátenni. Az előző héten sikerült Tamás jelen, úgy lőttük a döntetlent. Említettem bevezető, hogy Bátaszék egy nagyon erős csapat a mezőnyben, hiszen most is előttünk első bajnokok is voltak. Ez azért azt jelenti, hogy Bátaszék ellen így az egy döntetlen elfogadható eredmény. Elfogadható, igen. Keményen játszottak ők is, mi is. Megérdemelt volt mondhatni. Négy forduló zajlott le a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Hát sajnos csak két pontunk, vagy két döntetlenünk. Ez azt hiszem azért nem igazán elegendő. Nem. Úgy indultunk, hogy hát elsődben jó lenne benne lenni, igaz, még nincs vesze, de most nem úgy állunk. Te idén nyáron érkeztél a csapathoz, merre, hol játszottál korábban? Előtte Nagyvinyom játszottam, Dunavárosba, és előtte meg a Puskás Akadémián voltam. Hogy érzed magad itt Dunaföldváron? Jól érzem magam, jó a csapat, a körülmények is megfelelőek, és közel van minden mondhatni, otthonról be tudok járni. Hát akkor reménykedjünk a jobb folytatásban. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy Földvár Mozaik című műsorunk után a Légy Magyarek című sorozatunkat láthatják. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető internetes oldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!